Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Reich Szabina, a Szent István Király Múzeum régésze. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntöm Önt és Önöket is. Mindennek rendelt ideje van. Én azt gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy egy kicsit hosszasabban beszélgessünk a II. János Pál téren, II. János Pál pápa téren történő ásatásokról, a Szent Anna kápolna, illetve a Városháza és a Bazilika közötti ásatásokról, mégpedig azért, mert hogy ugye mi nagyon szeretjük a Székesfehérvár múltját, a királyi város, a koronázó város, sok-sok jelző szerkezet, de az, hogy mi volt tárgyasult formában annak idején, azt csak úgy tudhatjuk meg, ha szakavatott szakemberek, régészek megmutatják nekünk, és én azt gondolom, hogy ez a terület, ez egy ilyen értelemben szűz terület volt a köznapi ember számára. Nem gondolhattuk volna komolyan, hogy a bazilika, amire majd később kerül sor, illetve ezen a téren egy olyan nagyszabású leletegyüttes van, amire bukkantak. No, akkor ugye ehhez kellett az Arany János utca rekonstrukciója is, kezdjük az elején. Így van, így van. Tehát hozzáláttak az Arany János utca teljes rekonstrukciójához, amelynek keretén belül nyílik lehetőségünk, hogy ezeken a területeken feltárásokat végezzünk. Ezt az önkormányzat biztosította számunkra, ezt az óriási lehetőséget. Az Arany János utcában egy kicsit akkor az előzményekben régészeti megfigyeléseket kellett végeznünk. Egészen a plébánia házig nem találtunk régészeti objektumot, viszont a plébánia háztól egészen a Városház tér felé, tehát ténylegesen a legmagasabb területen, viszont nagyon sok régészeti objektum került elő. Ennek a megfigyelés keretén belül a Géza fejedelem szobor irányában, egy kis köznél, ami a lépcsőhöz vezet le, ott is más bukkantunk falszakaszokra, ezen kívül szintén árpádkori vagy középkori sírokra egyaránt. Majd pedig később folytathattuk a korábbi négy karélyos templom további ásatásait, ezt követően pedig ugye az idén pedig sor kerülhetett itt a Hősök tere, a Szent Anna kápolna előtti téren. És a Szent Anna kápolna előtti téren is több objektumot találtunk. Azért fontos, hogy ezen a területen ekkora nagyságrendben dolgozhatunk, hiszen korábban voltak kisebb megfigyelések, de ekkora nagyobb területen történő munkálatok nem folytak. Itt még az 1930-as években, amikor a püspöki székesegyház felújítását végezik, akkor a lábazatok mellett néhány sírt találnak. Majd pedig a 70-es években Kramánszky Alán, illetve a 80-as, 90-es években pedig Siklósi Gyula végez kisebb kutatásokat a területen. Viszont ők is csak kisebb részleteket tudtak megfigyelni, valamint nem is tudtak oly mértékű mélységbe lemenni, mint ahogy nekünk most módunkban áll. Igen, ez egy nagyszerű gondolat, hiszen a városban elterjedt, nem tudom mennyi a valóság alapja, hogy Pécs mintájára a bazilika előtti tér üveglappal fedett lesz, és hogy majd az milyen gyönyörűséges. És akkor a legnagyobb meglepetésünkre ugye látjuk, hogy a középkori Székesfehérvár is milyen épületekkel büszkekedett. Hogy készül fel egy szakember erre, hiszen nyilvánvaló, hogy a történelem szemléletünk az megengedi, hogy a kutatások alapján egy kicsit szemlélődjünk a múltban. Hogy mi volt ott, mi lehetett ott, de a régésznek ehhez több kell. Minden esetben előzetes kutatások előzik meg itt a történeti adatokat, illetve a korábbi elődök ásatási dokumentációnak az átnézését értjük. Minden esetben ugye az eddigi adatok azt mutatják, hogy ugye ott állt, tehát ahol dolgozunk, ez a terület volt a város legkorábbi települési egysége. Itt állhatott egykoron az ispáni, később királyi vár. Tehát minden esetben ezen belül is egyéb építményeknek kellett, hogy álljanak ezen a területen. Ezen kívül ugye források írnak arról, hogy egyházi épületekkel is rendelkezett ez a terület. Itt értem ez alatt a kutatás jelenlegi állása szerint a Szent Péter plébánia templom, illetve a mai napig álló mai Szent Anna kápolna, ami ugye a 15. század végén épülhetett. Óhatatlan, hogy a templom körül temető is állt fenn, vagy működött, tehát minden esetben számolnunk kellett ezzel a lehetőséggel is.
Ezen kívül, tehát, mint említettem, a történeti adatok fontosak, tehát az oklevelek. Ezen kívül a korabeli városalaprajzok, metszetek, hiszen már a 17. századtól maradnak meg. Nyilván kellő forráskritikával kell ezeket kezelni, de mégis fontos kiinduló pontokat jelentenek nekünk a kutatás szempontjából. Ezen kívül, mint említettem, hogy a korábbi elődök ásatási anyagai, dokumentációit elővesszük, ők mit láttak, mit tapasztaltak, és azok is mankót, segítséget nyújthatnak nekünk abban, hogyha ott talált egy falszakaszt, akkor elképzelhető, hogy mi annak a folytatását meg fogjuk találni. Tehát a kutatás mindenképpen tudományos igényű ebben az értelemben. Így van, így van, így van. Tehát az első szakasz a felkészülés, utána pedig hajrá. A hajrá az mit jelent? Meddig lehet kiterjeszteni például ezt az ásatást? Hiszen azt mondjuk, hogy ugye láttuk, hogy a Városház tér és a bazilika közötti rész, illetve a Szent Anna kápolna előtt, hiszen a magát a Hősök terét, azt ott már befejeződött ilyen értelemben a munka. Igen, tehát amint említette, ugye a Hősök terének nevezzük, ugye most, hogy tehát a Kálmáncsei szobor, szoborig terjed nekünk az ásatási terület. A lépcsőt is tehát felbontásra került, illetve a lépcső aljában is végeztünk kutatásokat, tehát a fekvő katona tájéken. Itt viszont előkerült egy 20. századi pince, és annak nem álltunk. Tehát mivel az már túlesik, már nem régészeti korú, valamint ha mélyre alapozták ezt a pincét, akkor valószínűleg a korábbi régészeti rétegeket, régészeti objektumokat elbontotta. Ezért nem indokolt annak a területnek a további bontása, vagy egyáltalán a pince elbontása, megbontása. A magának a területen, tehát itt a Városház tér környékén is igyekszünk tehát a teljes területet feltenni. De logisztikai szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen valahova ki kell deponálnunk a területet. Ezért egy részét feltárjuk, majd pedig miután alapos dokumentálásra került sor, akkor az a félt, amit kitemetünk föld, vissza lesz temetve, és akkor a másik felében folytathatjuk a munkálatokat. Miről árulkodik a mélység? Tehát kezdjük azzal, hiszen itt fél méter, 20 centi, 2,5 méter, tehát én láttam az ásatási területet, teljesen változó. Teljesen miért? Tehát nekünk minden esetben az altalig, a bolygathatlan altalig kell lemennünk. De ez volt, ahol 2,5 méter, ahogy említettem, valahol 1 méter mélyen. Ez egyrészt árulkodik arról is, hogy maga az akkori terepviszonyok is teljesen másképpen alakultak, mondjuk egy 500 évvel ezelőtt, vagy mondjuk, ha csak egy 100 évet vesszük, hiszen állandóan változott a terület, tehát azért, mert lakták a területet, illetve hogy temetkeztek, valamint gyakran tereprendezést is végrehajtottak. Tehát nem csak a természeti adottságok szólnak emellett, hanem épp az embernek a jelenléte az adott területen. És éppen ezért van az, hogy meglepő módon sokan meglepődnek, hogy hát föltöltük a betont, és szinte alattuk 20-30 cm-rel jöttek elő a sírok. Ez azért nem meglepő, mert legalább még egy métert rá kellett tenni, tehát hogy a középkori járószint magasabban volt, mint a mai járószint. És a közművesítés, ezt nem jöttek rá? Hát ez érdekes számomra, tehát a köznapi ember fejével gondolkodom, hát ott közművek vannak. Igen. És a közművek valóban, tehát több helyen át is mentek. Akkoriban nem tudom, mi miatt, mi okmán, nem... Ez nem fontos mellékszálam, csak érdekes. Igen. Hát nem maradtak, tehát azt tudjuk, hogy például Siklósi Gyula régész úr is kiment, hogy gázvezetéket ástak, és akkor tudott néhány falszakaszt megfigyelni. Viszont tapasztaltuk az ellenkezőjét, hogy a villanyvezetéket szépen átvezették a kriptán, tehát nem foglalkozva azzal, hogy nem foglalkozva, hiszen nem maradt meg a dokumentációban, hogy bármilyen régészt hívtak volna ki, esetleg begyűjtötték az ott lévő anyagot. A kutatóárkok szintje is nagyon sok mindent meghatároz, tehát az is változó. Az imént, mikor megérkezett, mutatott Megyeri Zoltán kollégám, hogy készített egy fotót, és csodálatos építményi részek látszanak ezeken a fotókon, és egyre mélyebben. Igen, ez magyarázható, ez elsősorban a bazilika szentélye és a városháza közötti területről van szó, amit itt említ, ahol több falszakaszt találtunk. És igen, valóban változó
ezek ugye fal alapozások, tehát ezek nem felmenő falak, ezekre jönnének még a felmenő falak, és hogy eltérő magasságúak vagy mérségben találtok, éppen azért, mert a terepviszonyok, a természeti adattságok változatos. Tehát ott már lejjebb egy kicsit, tehát alkalmazkodtak a terepviszonyokhoz, ezért nyilván ahol lejtett, ott mélyebben kellett alapozni az adott épületet vagy falat. Ott a képeinken látszik az egyik csoport a temetőben foglalatoskodik. Tudjuk, hogy kik temetkezhettek erre a helyre? Sajnos nem. Az biztos, hogy nem csak egyházi személyek temetkeztek, hanem bárki, aki megváltotta a sírhelyét, tehát világi személyek, nők, férfiak, gyermekek, csecsemők egyaránt temetkezhettek. Sajnos személy szerint azért nem tudjuk őket beazonosítani. Egyrészt nagyon sűrű a temető, tehát lehetett látni a képeken, hogy így fogalmaz, egymás hegyén hátán voltak a csontok, hiszen igyekezett mindenki a szent hely, tehát a templom köré temetkezni, és nem törődve azzal, hogy ott egy korábbi előd elhunyt maradványai voltak, kicsit arrébb tették, meg ugye az idők folyamán is rakódott, összeesett a koporsó, az alatta lévő is egyszerűen emiatt összenyomódtak, és ezért tűnik úgy, hogy tényleg egymás hegyén hátán vannak. Másrészt a forrásadottságokat tekintve, ugye gyakran voltak tűzvészek. Ha készült is anno feljegyzés, hogy ha volt esetleg jelölve, hogy ebben a sorban kit helyeztek el öröknyugalomra, ezek az okleveles adatok már nincsenek meg. Igen. Azt tudhatjuk, hogy kik temetkezhettek oda? Tehát ez egy méltóságot jelentett? Hiszen a szent hely közelében temetkezni, az nyilván általában ez így van. Valószínűleg azért, ezt azért nehéz kimondani, vagy kijelenteni, de valószínűleg a tehetősebb polgárok temetkeztetek, és annak is egy kicsit a tehetősebb rétegei, hiszen azért meg kellett ezt a sírhelyet váltani, hogy minél közelebb lehessenek a templomhoz. No, az ásatásnál általában találnak valamit. A valami az ugye széles a skála. Mi történik a feltárt kincsekkel? Tehát kezdjük itt az épületmaradványokkal. Nyilván dokumentálni kell. Beszéltünk róla, hogy gyönyörűségesek. Így van. Ezek nagyon részletesen a 21. század technikai vívmányait teljes mértékben felhasználjuk. Itt értjük azt alatt, hogy drónfelvétel készül rajta, felszíni tehát fotók készülnek róla, 3D-s fotómodellek készülnek rajta, minden pontosan be van mérve geodéták által, ezen kívül mi részletgazdag rajzokat készítünk milliméter papírra, tehát igyekszünk minél pontosabb képet alkotni róla. Ezt követően, miután pontosan dokumentálva vannak, ezek visszatemetésre kerülnek, hiszen a falnak egyelőre az a legjobb megoldás, ha a föld alatt nyugszik, pihen, nincsen kitéve az időjárás viszontagságain. Ugye a falaknak mindig a legnagyobb probléma az őket áztató eső, illetve a hideg tél, tehát a fagy, tehát ami miatt ugye megrepeszti a falakat. Ezért ezek kapnak egy geotextília lefedést, valamint homokkal vannak elfedve, és a maradék teret pedig akkor finom földdel töltjük vissza. A sírok esetében is ugyanez az eljárások, tehát a részletgazdag dokumentálás, őket nem hagyjuk ott, hiszen muszáj folyamatosan felszenni őket, hogy későbbi vizsgálatok alá vessük, ezzel már az antropológusunk foglalkozik. Tehát bekerülnek tisztításra, és ezt követően az embertannal foglalkozó kollégőnünk, tehát az antropológus fog majd vele foglalkozni. Itt értem ez alatt, hogy a nemét, a születési idejét, esetleg milyen betegségben szenvedhetett az illető, mert nagyon sok betegség meglátszódik a csontokon, tehát ő ezeket az adatokat tudja nekünk szolgáltatni. Ezen kívül későbbiekben képet kaphatunk, hogy mi jelmezt a csecsemő hajlandóság, ha volt-e, az átlag életkor abban az adott időszakban mi lehetett. A nehéz a nemek aránya meg a létszámot tekintve, hiszen, mint mondtam,
mondtam, nagyon bolygatott a terület, tehát egymás hegyén hátán a csontok, tehát nagyon nehéz egyénenként szétszedni. Valamelyikből csak néhány csontja volt az előző elhunytból, tehát számszerűen nem tudjuk meghatározni, hogy hány főt is temethettek ezen a területen. Ezen kívül a leletek, itt értem a kerámia anyagot, a fémanyagot, illetve az üvegleleteket, valamint egyéb fémtárgyakat, itt a viseleti elemeket, ezek mind bekerülnek a múzeumba, és utána a restaurátorok értő kezei alá kerülnek, akik mossák, tisztítják és megpróbálják összeilleszteni, a fémtárgyakat pedig a korróziótól megszabadítani. Ez rendkívül fontos időszak volt. Az elmúlt időszakban megnéztem, ugye dolgozott az Interspárnál, Lépcső utca és a Fekete Sas. Három frekventált terület. Azt így hiszem, van. Ez rang, és most pedig a kellős közepe a Székesfehérvárnak. Ez azt hiszem, hogy egy komoly feladat kiemelt, ha úgy tetszik. Hát teljes mértékben, és ez nagy felelősséget is ruház nem csak rám, hanem a kollégáimra is, hiszen ekkora léptékű lehetőség arra, hogy ilyen nagymértékű feltárások történhessenek meg, ez igen ritka alkalmak közé tartozik. Illetve az, hogy vannak információnk a város történelmi múltjával kapcsolatban, de azért be kell, hogy valljunk, azért nagyon sok a kérdőjel is. Lehet, hogy ezzel a kutatással tovább növelem a kérdőjelek számát, mert elképzelhető, hogy nem mindenre tudunk választani, de mégis fontos, hogy újabb és újabb információkhoz jutunk, amivel árnyalni, esetleg finomítani tudjuk az eddigi ismert információkat. Igen, se baj, ha minél több a kérdés, előbb-utóbb választ kapunk rá, tehát én visszautalnék itt áldott emlékű Siklósi Gyula és Zsoldos vitára Fülöp Gyulával és így tovább, mert a történészek és a régészek között mindig is lesz vita, tehát nincsenek illúzióim. No, ha már egyébként itt tartunk, bár ezek mellékszálak, akkor a Lépcső utca tekintetem, ez lezárult, ugye a Lépcső utcára. Teljes mértékben tavaly, igen, mert már egy kicsit összemosódnak az évek, a tavalyi évben júniusban végeztünk feltárást, tehát egy hónap alatt lezártuk, befejeztük a feltárást, tehát a mi részünkről. A Lépcső utcában sikerült, tehát megtaláltuk, amit most is látnak a látogatók, vagy ez a járókelők, egy barokkori csatorna, vízelvezető csatornának a maradványait, illetve mellette körülbelül olyan másfél méter mélyen megtaláltuk a középkori járószintet. Tehát itt is lehet látni, hogy mennyit változott a középkor, igen, tág fogalom, tehát nehéz megmondanom, hogy azon belül milyen századra is lehet tenni, de azt lehet, hogy egy 500-600 év alatt körülbelül egy méteres szintváltozás, szintkülönbség történt szintén itt, értem ezt a Liszt Ferenc utca területét. Ezen kívül az ott lévő épületek, amit megtudtunk a bal oldalon álló épületnél is, találtunk törökkori, illetve középkori falszakaszokat, amelyre ráépült az ott lévő ház, ezért további információt egyelőre nem tudunk mondani róluk. Jó, akkor folytassuk a térrel, hiszen a bazilika felújítása okán is zárva van. Nyilvánvalónak tartom én, hogy a felújítás során azért körülnéznek ott is. Igen, szerencsénkre, tehát a püspök úr engedélyezte, hogy mi régészeti kutatásokat végezhessünk. Már 2016-ban, vagy 17-ben most kicsit említettem összemosódna, a két toronyban már volt alkalmunk ásni, amikor, tehát szintén ebben a restaurálási időszakban, és jelentős eredményeket hozott a két kápolnában. Az északi torony, vagy kápolnában megtaláltuk szintén valószínűleg a középkorban sekrestyeként funkcionált, ahogy a mai napig is ez a torony, hiszen tudni kell, hogy maga a templom is középkori előzményekkel rendelkezik, és a két torony is maga középkori, annyi, hogy a barokk korban egy téglafal köppenyfalazást kap. És tehát az északi toronyban a sekrestyeként funkcionált, ezt onnan tudjuk, hogy valószínűleg az egyik sarkában egy falikútnak a részlet, hát a falikút nem maradt, viszont annak a vízgyűjtő részét megtaláltunk, sőt benne két kis bronz csappal is ellátva, valamint mind a négy oldalán sikerült lábazati falfestésnek a nyomait. Ez gótikus stílusban drapériákat ábrázolnak, és ez azért jelentős, hiszen általában a lábazat marad meg legkevésbé,
kevésbé a falfestményekből, hiszen a vizesedés miatt az dobja le legkorábban a falszakasz, és ezt nagyon szépen meg lehetett találni. Valamint két járószintet is megtaláltunk, amelyeket pénzekkel is tudunk keltenzni. A legalsó emlékeim szerint ugye a 15. század közepére, a felső pedig ugye a 16. század első felére legkésőbb datálható. A déli toronyban pedig további középkori falszakaszokat találtunk, valamint egy családi kriptát, amelyben beszakadt a boltozat, betörve a kriptát borító sírkőlap, és ez teljes egészében megmaradt ugyan töredékes állapotban, de minden részlete, és ezen egy címer, tehát egy sisak látható, és egy sisak rostéllyal, illetve egy ilyen sas szány tollazattal. A maga felirata hiányzik, de Bartos György kutatásai alapján ő hívta fel a figyelmemet, hogy elképzelhető, hogy egy ideérkező firenzei család, a Del Bene családnak lehetett esetleg a családi kriptája, hiszen ők sok kereskedelemmel foglalkoztak, és tudva levő, hogy Fehérváron sólerakat is volt a középkorban, tehát elképzelhető, hogy ez a család temetkezett ebbe a családi kriptába. Érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon várjuk az eredményeket, mint ahogy olvastam, hogy május 25-én, ugye, erősítsem meg, május 25-én lesz az székesfehérváriak körülnézhetnek az ön segítségével. Így van. Tehát ez 20, igen, a régészet napján. Igen, 25-én 3:30-kor szeretettel várunk mindenkit, kortól, nemtől függetlenül, és akkor az én vezetésemmel megtekinthető lesz a feltárás, ami még látható jelenleg. És van még egy dátum, ugye az augusztus elején. Igen, ha minden jól megy, akkor az eddigi kutatási eredmények, amik itt a bazilikában, illetve a bazilika körül folyt, akkor egy kiállítás tekinthető meg ebből az ott előkerült leletekből is néhányat kiállítunk majd, valamint egy rövid kutatás és építéstörténet olvasható majd. Szabina, köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket, rendelkezésünkre. Mit szokás kívánni egy régésznek? Hát, már mi is gondolkodtunk, hogy mindenkinek megvan, hogy a repülősök jó szelet. Hát mi nem találtunk még, majd gondolkodunk, hogy akkor mi további szép leleteket akkor esetleg. Jó, akkor további szép leleteket kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig ígérjük, hogy amint bármiféle új adalék van a jelenlegi feltárásról, azt természetesen feldolgozzuk és közöljük önökkel. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!